Valahol azt olvastam, hogy annak idején 3000 gyerek közül választották ki a film szereplőit, sőt azt is tudom, hogy hiszen a háború után vagyunk, nehéz sorsa volt szinte mindenkinek, de ráadásul ezek olyan gyerekek voltak, akinek a sorsa, a civil sorsa nagyjából megegyezett a filmen ábrázoltakkal. Most következne a személyes kérdés, hogy kicsit beszéljen magáról művész úr, maga hogy került ebbe a filmbe, hogy választották ki, milyen előtörténet után lett filmszínész. Ez a film azokról a gyerekekről szólt, akik a háború körülményei között elvesztették a szüleiket, hozzátartozóikat, lényegében az országban botorkáltak, éhesen csavarogtak, loptak, raboltak, nem volt más lehetőségük az életben maradáshoz. Én is ezekről a gyerekek közé tartoztam akkor, de az én szüleimet elvesztettem a háború alatt, tehát lényegében, mint generáció, stag, én is ezekben a gyerekek közé tartoztam. Azt most nem akarom elmesélni, hogy milyen körülmények között, és valóban volt nekem egy testvérem, aki a filmszakmában dolgozott, és kapcsolatai voltak azokkal az emberekkel, akik ezt a filmet készítették. És valóban én is ott voltam a Hunia filmgyár udvarán a 3000 gyerek között, és Radványi Géza, a film rendezője, mind sorba vette a gyerekeket. Egy kis alacsony, rettenetes, nagyon vörös hajam volt, tele voltam szeplővel, és rövid nadrágban a Géza bácsi, most már úgy hívom, az arcomat, a két kezét az arcomra tett, és azt mondta, hogy álljak oda. Így lettem a filmnek a szereplője, és még nevem is volt a filmben, Vörösnek hívtak. Tehát volt olyan név, hogy Tuskó, meg Túró, meg Tollas, ezek voltak az alvilági nevek. A gyerekek között voltak olyanok, akik a 9. kerületi dzsumbújba, hát ezt nem tudjátok, hogy az mi volt, azok a legszegényebb családoknak a gyerekei voltak, és azok között voltunk. Azok közé kerültem én is. Hogy zajlott a forgatás? Milyen helyeken forgattak? A filmet Várgesztesen forgattuk, és Cseszneken. Volt két vár, és a Várgesztes az egy sváb falu volt, és oda voltunk beszállásolva. És éltük ott is nem csak a film, hanem a mi magánéletünket. Nem nagyon szerettük az egészet csinálni, úgyhogy mindig a filmnek a forgatás kezdetére mindig be kellett verni minket a helyszínre, és aztán valahogy úgy nagyon-nagyon sok, nem voltunk szokva nem tudtunk szerepelni filmen. De gyerekeknek, hát tudjátok, hogy van játszókészségük, és a szépen a rendező és a stáb az szépen úgy kihasználta, és azt valahogy úgy elkészült a film. Nem ismertük se a forgatókönyvet, se semmi, csak azt tudtuk, hogy mit kell csinálni. Na most... De hát volt ott három olyan művész, elsősorban Somlay Artúr, akit már valahogy úgy ismertünk, mert Somlay Artúr akkor a színház és film művészet hatalmas doajenje volt. Ő játszotta, nem tudom, láttátok-e a filmet? Ő játszotta azt a zongora művészt, aki egy kastély, romos kastélynak a tetején él, a háború és a mindenféle viszontagságok miatt elvonulva.
akkor ott volt Gábor Miklós, aki fiatal színészként a Nemzeti Színház tagja volt, és volt Bánki Zsuzsa, aki szintén a Nemzeti Színház tagja volt, ők voltak a filmnek a főszereplői. Na most, na, mit kérdezik? Mondom még, azt tetszett mondani, hogy a forgatás alatt hát érthető, hogy akkor még nem kifejezetten szerették mindazt, ami a filmezés eljárt. De volt olyan pillanat, amikortól kezdve ez élményé vált? Hogyan? Amikor az ember érezte, hogy ez egy élmény. Még nem éreztük. A kényszert éreztük, hogy ide gyere, oda gyere, ide fordulj, ne rosszalkodj, hát rohangál. Éltük ugyanazokat a dolgokat éltük gyerekkorban, mint az utcán. Szóval nagyon nehéz dolguk volt. De hát akkor végül is sikerült. Megmondom, jó, bocsánat. Akkor mikor következett majd az életében el az a pillanat, amikor kezdett megfogalmazni a színészethez mégiscsak... Hát ez nagyon hosszú folyamat, hosszú folyamat volt. Ez nagyon hosszú folyamat volt. Azért kérdezem ezt, mert ugye a filmben volt néhány színész, akivel szakmai élete során azért újra találkozott. Hogyne. Most gondolok itt a Bárdi Györgyöt, mondom, akivel a Víg Színházban. Hát Bánki Zsuzsa a főiskolai tanulmányaim során osztályfőnököm volt. Úgyhogy érdekes találkozás volt ez. Nagyon valahogy ösztönösen benne voltam ez a fajta magamutogatás gyerekeknek, meg hülyéskedtünk, játszottunk, ezt játszottunk, azt játszottunk, aztán volt egy ilyen indítás, hogy hát sok szakmát megpróbáltam az életben, mert árva gyerekként lézengtem a háború után én is, és sok szakmát voltam ifhegesztő lakatos, voltam épületvillanyszerelő, voltam vasszerkezeti, azt mondtam már, ugye? És mindenféle szakmát, és nem ment. És egyszer megrázott az áram a villanyszerelés közben, és mondtam, inkább színész leszek. De hát ez hát ezek nem egészen így volt, ez csak is most anekdótaként megmondom. De visszatérve a filmre, hát a végén, amikor összeállt a film és levetítették, akkor nagy élmény volt, hogy miket csináltunk mi itt. És összevágták, és egy gyönyörű történet került ki belőle. Most a filmnek, most a filmet 1948-ban forgattuk, akkor egy politikai rendszerváltás történt, mert a demokrácia átváltozott diktatúrává, azt hívták a fordulat évének, amikor a kommunista párt, ő lett az első párt a Magyarországon, és hát akkor elindult egy ilyen folyamat, amiről biztos tudjátok ti is, hogy ez mi volt. Elkezdődött a diktatúra. Na most a filmnek a sorsa olyan volt, hogy amikor bemutatták a filmet, akkor a kommunista média, tehát a sajtó, az újságírás nagyon sok mindent kifogásolt benne. Például azt, hogy elsősorban, hogy miért nem domborították ki a Szovjetunió felszabadító szerepét, amikor a gyerekek felszabadultak. És a filmben miért a Marseillaise szól, miért nem az Internacionálé. Akkor mi az, hogy a zeneszerző a háború előtt kivonul egy elefántcsonttoronyba, és miért nem vesz részt a harcokba, mint a Szovjetuniónak a hatalmas zeneszerzője, a Dunyaevszki, a Szolovjev-Szevó és a többiek, azok részt vettek és lelkesítették a szovjet hadsereget. De ilyen kifogásai voltak a sajtónak. Úgyhogy, de a közönségnek nagyon tetszett. Na most ez meghatározta a film sorsát is a forgalomba hozatának a folyamán. Úgyhogy a Radványi Géza bácsi az fogta magát, tekintettel arra, hogy a filmnek két tulajdonosa volt, az állam és az övé. Ez úgynevezett Mafilt Radványi produkció volt, ami azt jelentette, hogy a magyar forgalomba hozatal joga az a
az állami volt, és a külföldi forgalom a hozatal joga pedig a Radványi Gézáé volt. Egyébként a Radványi Géza a Márai Sándornak volt a testvére, aki Olaszországban volt akkor már. Szóval, és akkor a Radványi Géza azt mondta, hogy le vagytok tojva, elvitte a filmet külföldre, és világsikert aratott. Velünk együtt természetesen. Aztán próbálták hazahívni később, utána vitték a Kossuth díjat, de azt mondta, hogy nem jön ő többet ide vissza. Aztán később visszajött, úgyhogy a filmnek volt még egy díszbemutatója is. Ugyanabban a moziban, a úgynevezett Vörös Csillag moziban, régen azt a Royal Apollónak hívták, az a Lenin körút, most Erzsébet körúton van. Most egy elegáns szálloda van a helyén. Most egy elegáns szálloda van a helyén. Igen, igen. Hogy alakult a társakkal a kapcsolat a későbbiek folyamán? Géza bácsival tartották a kapcsolatot, vagy hogy mondjam, mikor sikerült újra találkozni? Csak akkor találkoztunk, akik még úgy megvoltak a gyerekek közül, akikor újra fölújították a filmet, és hát örültünk egymásnak. Tehát akkor már felnőtt ember voltam, már színészkedtem mindenféle színházakba, és érdekel, akkor mesélt el az ő életét, hogy hogy alakult. Na most közbevetve a Velencei Filmfesztiválon nagy díjat nyert a film. A Bánki Zsuzsa, ő a legjobb női főszereplő díját kapta, sőt, az amerikai Paramount filmgyár megkínálta őt egy szerződéssel. Csak hát ő akkor a új rendszernek nagy híve volt, és visszautasította. Gondolom, ma már ezt nem tenné. Hát aztán később még volt egy-két olyan kollega, aki még az én életemben volt, a Bárdi György, akkor ki volt még? A Gábor Miklós. A Gábor Miklós, igen. Sőt, érdekes módon a Gábor Miklós, aki vendégszerepelt a Víg Színházban, együtt játszottunk egy produkcióban. Ez volt a film sorsa. Most még van egy kis csemege. A filmnek az íróját azt nem tüntették fel a főcímen, mert az Balázs Bélának hívták. És a Balázs Béla köztudott egy polgári beállítottságú író volt, mai napig se nagyon ismerik, de jelentős irodalmi munkássága van még ma is. És hát mint filmtudós is. Na most az én szerepem az nagyon érdekes volt, hát nekem kellett azt mondani, hogy könyörgöm, akasszuk fel. Hát én azt mondtam, amikor kérték, és ez olyan ominózus, olyan jellegzetes később, mondata lett a filmnek, úgyhogy még mai napig is kísért engem ez a mondat. Úgyhogy azt szoktam volna mondani, hogy én világhíres lettem ebből a mondatból kifolyólag. És hogy akkor milyen jó, hogy tudtak szerepet osztani, hogy egy mondatból az ember híres lett. Hát aztán a filmnek a sorsa aztán ment tovább, és a Radványi Géza haza is jött, de nem maradt itt, hanem visszament, azt hiszem, Németországba, nem Olaszországba ment. De elején Olaszországba ment, igen, és később Németországba. Mert különböző nemzetközi koprodukciókban készített, mint rendező filmeket. Na most olyan kiváló emberek készítették a filmet, hát a filmnek a segédrendező és egyben vágója Máriási Félix volt, akit bizonyára már nem ismertek, akkor Hegyi Barnabás volt az operatőr, aki még aztán később is jó filmeket csinált, például a Körhintát, nem tudom, láttátok-e, azt is ő fényképezte. Az nagyon kedves kolléginámnak az édesapja volt, a Hegyi Barbarának az édesapja. Szóval aztán később, akik Illés György, aki aztán később a film szakmában komoly jelentőségű emberek lettek.
Szóval, de hát ezek a gyerekek közül már nem találkoztam senkit. Kivéve egyet, a Kalmár Tibort, akivel együtt jártunk egy évfolyamra a főiskolára. Ő rendezői szakon járt, és mai napig is őrzi a Valahol Európában című filmnek a fotóit, képeit, kritikáit. Össze szoktunk néha járni. De hát ez 66 évvel ezelőtt volt. Szerintem ez két generáció meg, vagy egy. Úgyhogy örüljetek, hogy én most itt élek, illetve én örüljek neki. Na, kérdezzem még. Mikor következett el az a pillanat, de bármiről beszél művész úr, akkor hálásak vagyunk, amikor azért, hogy mondjam, már így felnőtt fejjel megértette, vagy a környezete sugarta, hogy egy nagy filmtörténeti műben szerepelt az ember. Azt nagyon későn értettem meg, mert én nem vizsgáltam ezt a dolgot, csak később jöttem rá, hogy ez lényegében nem csak Magyarországról szól, hanem Európában az összes olyan gyerekekről, akik a háború miatt árvák lettek, csavargók lettek, és a háború tönkretette az életüket. És a film azért szép, mert ezeket a gyerekeket bármit csináltak, fölmentette, a film fölmentette őket, hogy ilyen volt az életük. Úgyhogy ennek volt egy nagyon nagy háború ellenes, szociális, nagyon, nagyon szép mondani valója. Szerintem ez ma is érdemes, illetve ma is aktuális, hiszen tudjátok, hogy világban hány helyen vannak olyan háborúk, ahol a gyerekek árvák lesznek, szülők nélkül maradnak, tengődnek, éheznek. Úgy látszik ez, de akkor a második világháború után az nagyon nagy esemény volt, és nagyon nagy sikere volt, nem csak mint művészfilmnek, hanem a filmnek a mondani valója is. Szóval szép film ez. Nem véletlen, hogy sokszor lehet megnézni. Nem tudom, láttátok-e? Nem láttátok még. Hát most nézzétek meg. Ez végszónak nagyon jó, azt hiszem.